Aki a négy éjszakot szeretné otthon hallgatni a hifi rendszerén, annak nem javasoljuk ezt a videót megtekinteni. Aki viszont egy igazi energiabombát szeretne, annak javasoljuk, bemutatjuk a Klipsch RP160M-et. Külsőre mit kapunk? Van itt egy két utas konstrukció, egy 16 feles mélközép és egy 2 centis titánium magas sugárzó, és látszólag ennyi. Persze aztán nyilván ott van egy de, ugyanis ez egy Klipsch hangfal, tehát vannak stílusai, védjegyei, sajátosságai. Többek között a tölcséres magas sugárzó, ez a Traktrix Kürt tölcsér magas sugárzó, ez mondhatni a Klipschnek egyfajta sajátossága. Itt a magas sugárzó előtt kezdődik egy szabályos tölcsér, ami aztán egy félig szögletes, ilyen geometriailag elég érdekesen megmunkált alakzatot vesz fel, és maga a mélyközép membrán sem hétköznapi papír, vagy csak simán alumínium, hanem kerámia és fém kompozit keverékanyagból készült, és ez a kettő együttesen egy elég agresszív nyomulós karaktert eredményez, úgyhogy aki szereti a kemény, megfogott, határozott basszusokat, annak valószínűleg tetszeni fog ez a hangfal. Nyilván megvan egy sajátos érzet, egy sajátos hanghatás, amit ez a tölcsér eredményez. Ezt valaki vagy megszereti az első pillanatban, vagy nem. A tölcséres magassugárzó fő érdekessége, hogy egyfajta módon felnagyítja a magas frekvenciás részleteket, mintha egy akusztikai nagyítót tennénk a hangfal elé, minden hirtelen tágabbnak és magasabbnak és szélesebbnek tűnik, úgyhogy nem kell annyira bajlódnunk a hangfalak elhelyezésével, gyakorlatilag két ilyen dobozt akár egy az egybe előre nézve letehetünk a TV két oldalára, és már is lesz egy összefüggő hangtér a két Klipsch között. Ez nem egyenértékű azzal a kifinomult és beirányított hangmezővel, amit egy audiofil hangfalpártól kapunk, viszont filmeknél nagyon jó, hogy már eleve van egy összefüggő hangmező, ami beburkolja a tévénket, így kicsit olyan érzés, mintha már eleve lenne egy center sugárzó is a rendszerünkben. Egyébként a hangfal nem csak ebben a cseresznye, hanem fekete színben is elérhető, és nekünk nagyon tetszett ez a kis tálca, ami, vagy talpazat inkább, ami gyárilag rá van szerelve, hogyha elhelyezzük egy médiabútoron, akkor ettől a látszólag egyszerű, de nagyszerű idomtól egy kicsit tekintélyparancsolóbbá, még egy kicsit masszívabbá válik a doboz. Annyi tölcsér van ebben a hangfalban, hogy egyesek talán még fagyi automatának is nézhetik, viszont komolyra fordítva a szót, a reflexnyílás is ténylegesen tölcséres, ez a kis akusztikai rásegítés úgymond segít a basszusoknak még határozottabbá, még megfogottabbá válni. Lehetőségünk van dupla kábelezésre, bár igazából, hogyha jó az erősítőnk, akkor egy sima, jó minőségű hangfal kábellel is jól kell, hogy szóljon. Nem energiaéhes a hangfal, de meghálálja, hogyha egy kicsit akár combosabb 100-150 watt közötti végfokra kötjük rá. Sokféle zenével meghallgattuk az RP160M-et, kipróbáltuk nem csak zenével, hanem filmmel és videójátékkal is. Néhány héten keresztül teszteltük, bejárattuk, és a róla kialakult véleményt összefoglaltuk egy részletes és kimerítő cikkben. Itt van ez a cikk a videó alatt, hogyha kíváncsiak vagytok rá, kattintsatok rá. Hogyha további hangfalakra vagytok kíváncsiak, akkor gyertek vissza máskor is. A többit pedig ti is tudjátok, lájkoljatok minket Facebookon, iratkozzatok fel, aztán még visszatérünk ide. Sziasztok!